Bogyó és babóca, palacsinta sütés Egy nyári reggelen Bogyó a csigafiú elhatározta, hogy palacsintát fog sütni. Sütök kakaós palacsintát, lekváros palacsintát, túros palacsintát, és mindet megeszem, gondolta. És vidáma munkához látott, kikeverte a tésztát, rakott bele lisztet, tojást, tejet és vizet. Elővette az olajat, és meggyújtotta a lángot a tűzhelyen. Ez lesz az első palacsinta dudorázta, és a merőkanállal nagy adag tésztát öntött a serpenyőbe. Várt egy keveset, de amikor megpróbálta megfordítani a palacsintát, sehogy sem sikerült. Ez bizony leragadt. Jaj, elfelejtettem az olajat, mérgelődött. Na nem baj, majd a második jobban sikerül, mondta, és kikaparta a leragadt tésztát a serpenyőből. Megkente olajjal az edény, és egy újabb adag tésztát mert bele. Amikor az egyik fele már szépen megsült, óvatosan megemelte a lapáttal a palacsinta szélét. Hurrá, ez nem ragadt le! Akkor ezt most feldobom jó magas, és elkapom, amikor visszapottyan. Kiáltott boldogan, és meglendítette a serpenyőt. De a palacsinta nem potyant vissza, hanem fennakadt a lámpán. Jaj, ne! bosszankodott Bogyó. Fennakadt, fennakadt a palacsintám. Felállt a székre, megpróbálta elérni a palacsinta lelógó szélét, de nem sikerült. Oda, oda tolta a lámpa alá az asztalt, felmászott a tetejére, de hiába pipiskedett, innen sem sikerült elérni a fennakadt tésztát. Hát jó, akkor maradj ott, mondta har haragosan a lelógó palacsintának. Nem baj, majd a harmadik sikerül. Toppantott dacosan. Újra kiolajozta a serpenyőt, és belemerítette a menő merőkanalat a tésztába. Éppen óvatosan öntötte a tésztát a serpenyőbe, amikor a lámpáról lecsúszott a fennakadt palacsinta, és egyenesen bogyó homlokára zuhant, Ilyetében Bogyó elejtette a merőkanalat és a serpenyőt is, és addig hadonászott, amíg a tésztás bödönt is kiborította. A tészta a földre ömrött. a serpenyő az ajtóig repült, az asztalon kiborult a tej, a liszt, még a fal is tésztás lett. Nem, nem és nem. Nem akarok palacsintát sütni. Toporzékod, bogyó. Átmegyek inkább a babócához. Elindult a katicalány pöttyös háza felé. Dult, fult magában, még a földből kiálló gyökeret sem vette észre. Csúnyán orra esett. Bosszúsan nyitott be babolca házába. Szia, Bogyó! Mi történt veled? Miért vagy olyan dühös? kérdezte a katicalány. Nem vagyok dühös. Palacsintát sütöttél? Palacsinta illatod van. Palacsintát? Nem, nem sütöttem palacsintát, és soha nem is akarok palacsintát sütni. De miért nem akarsz? Mert nem akarok, és különben is mennem kell. Menned kell, hiszen csak most jöttél. Bogyó nem is válaszolt, hátat fordított, és elindult hazafelé. Nem tetszett ez Babócának. Bogyót bántja valami, utána megyek és kiderítem, mi a baj, gondolta magában. Bogyó hazaért, körbenézett és szomorúan leroskadt a székre. A földön szerte folyt a palacsinta tészta, a falon hatalmas olajfolt égtelenkedett, a kis csiga sírva fakadt. Ekkor ért oda a babóca. Benyitott a házba és megsimogatta a bogyó kobakját. Süssük meg együtt a palacsintát, javasolta kedvesen. Nem, hallani sem akarok a palacsintáról, sírt Bogyó. A katicalány törte a fejét, mivel vigasztalhatná meg Bogyót. Végül így szólt. Tudod mit, Bogyó? Menjünk le a patakra. Fürödhetünk, ugrálhatunk a vízbe a harangvirágról, hívjuk el a többieket is. És persze jó lenne valami finomság is. Megsütjük a palacintát, és kivisszük a patakhoz. Mindenki kap belőle. Ez már tetszett a csiga fiúnak. Nem bánom, de inkább te jó? Jó, te meg majd megtöltöd. Vágta rá babóca. Megkérték gömbit, a kis virágbogarat, hogy szóljon mindenkinek, aki tud, jöjjön ki délután a patakpart. Bogyó és babóca először rendbe rakták a házat. Feltörölték a kiemlött palacsintatésztát, elmosták a serpenyőt, a merőkanalat, lesúrolták a falról a foltot. Aztán a Katica újra kikeverte a tésztát, beolajazta a serpenyőt, és már sütötte is a palacsintákat. Nagyon sokat sütött, hogy mindenkinek jusson. Lesz kakaós, lekváros, túrós, fahéjas és mákos palacsinta is. Mondta boldogan Bogyó, és kikészítette a töltelét. Babóca sütötte, bogyó töltötte, és hamarosan nagy kupacban állt a sok palacsinta a tálban. Sokan eljöttek délután a patakpartra, eljött Baltazár a méhecskedőme, a a krumplibogár, a három bolha, pihe a lepkelány, csigacsaba a vízicsiga. Egon a cserebogár, és a szúbogarak, a barlangi pók hátán hozta vendelt, a szarvasbogarat, ugrit, a szöcskelányt, szellőt, a szitakötőt és a kis hangyát. Megérkezett Alfonz a tücsök, gömbi a virágbogár, Patrik a pattanóbogár és Dorottya a dongó kislány is. Hurrá, palacsinta! Újongattak, amikor meglátták bogyót és babócát a palacsintákkal közeledni. Van kakaos, lekváros, túros, fahéjas és mákos, sorolt a büszkén bogyó, én töltöttem, mindenki kért a palacsintából. A lekváros a legfinomabb, jelentettek időme, nekem a fahéjas a kedvencem, vágta rá vendel, a kakaósnál nincs jobb, szögezte le baltazár. A délután vidáman telt. A barlangipok körhintaként forgatta lábain Egont, szellőt a kishandját és pihét, hallgatták, ahogy Alfonsz hegedül, a szúbogarak labdáztak, Dorottya a levelén üldögélt, Ugri, a szöcskelány ez alatt csúszdát hajlított a nád leveléből, ez nagyon jó, csúszunk le mi is, kiáltott Gömbi vendelnek. Csigacsaba és Döme a krumplibogár, a fa ágáról ugráltak a patakba. Bogyó és babóca homokvára építettek a domtetőn. Baltazár pedig egy virágszirom matracon ringatózott, és megszörpött szűrcsölt szívószállal. A bolhák a szivárványhal hátán lovagoltak. Patrikot a sikló húzta a hullámok között. Jó ötlet volt ez a mulatság, és még a palacsinta is mind elfogyott. Gondolta boldogan bogyó.